egy baranyai politikus az nem örülne jobban, hogyha a déli régió legnagyobb városába, Pécsre kerülne egy ilyen lehetőség, ahol gyakorlatilag most az ismert körülmények miatt vegetál a futball. A, az élvonalbeli futball vegetál, illetve nem mondanám, hogy vegetál, mert... Jó, jön fölfelé, hát most tehát azt tudjuk, hogy igen, hát, hát, a, a Dezső bedobta Ma, a Így van, tehát Maty Dezsőnek rendkívül komoly felelőssége van abban, és most már látjuk, hogy ugye ez egy dominó volt csak, a, az, hogy bedőlt a, a profi csapat, most már az egész Matyi Birodalom, tehát a média vagy a, a könyvkiadó hálózattal az Alexandrával együtt bedőlt. Tehát ez, ez, egy abszolút személyi felelősség. Tehát ez Magyar Tessző felelősség, hogy ideig jutott a Pécsi élvonalbeli labdarúgás. A, az utánpótlás központban nincs probléma, hiszen a Pécsi Akadémia nagyon jó minősítéssel a kiemelt akadémiák között szerepel Magyarországon. Folyamatos fejlesztés van, most például legutóbb egy milliárd forintnyi fejlesztést kapott a magyar kormánytól hogy a hiányzó, még hiányzó pályákat, öltözőrendszert, sport létesítményeket megépítse. Tehát ezzel a beruházással a Pécsi Utánpótlás Központ egy európai színvonalú központként tud működni, egyébként jobb körülmények között, mint eszik pillanatnyilag. Tehát ha inkább azt mondom, hogy a két akadémia húzni fogja egymást, hiszen egy olyan együttműködési lehetőséget teremt, Pécsi és egyébként is testvérvárosok, ami mind szakmai szempontból, mind a sportértékét tekintve mindkét akadémiának előnyös lehet.